Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Hát gyerekek, igen, még élek, még néha kiköpök magamból egy videó, csak hogy tudjátok, hogy itt vagyok. És ahogy valaki megjegyezte a múltkori valamelyik videómnál, hogy ó, biztosan kell a pénz, és azért nyomok egy videót. Ja. Hát az az igazság, hogy elcsórósodtam, és az 1000 nézettség után, tudod, olyan sokat fizet a YouTube, hogy abból legalább fél évig megél az ember. Na, a lényeg, ami lényeg, gyerekek, hogy szeretnék beszélni nektek a Call of Duty-ról. És tudjátok, még nem is én szeretnék beszélni nektek a Call of Duty-ról, hanem Necroné szeretne beszélni nektek a Call of Duty-ról. Mert rájöttem, hogy elfogult vagyok. Miután kijátszottam a single player-t a Call of Duty-nak, és távoztam belőle egy kellemes szájízzel, hogy őszinte legyek, és utána elkutattam az internet sűrű világába, és azt néztem, hogy minden ős Call of Duty-s, legalábbis az, aki annak tartja magát, ős Call of Duty-s lehúzza ezt a játékot. Én egy ős Call of Duty sólyok a YouTube csatornámat, ezelőtt tizen sok évvel Call of Duty-ra alapoztam és tippekre, szóval nagyon-nagyon mondhatni lehetséges, hogy elfogult az elmém. És ne jöjjön félre, nem pozitív irányba, tehát a Call of Duty-t ismerem kívülről, belülről, jót, rosszat, mindent tudok róla mondani. Én most kifejezetten a single player-éről játszok ennek a játéknak, és gondolok ennek a játéknak, nem is feltétlenül a történetéről, mert az hagyott kívánni valót maga után. Csak hogy amiért panaszkodtak a legtöbb YouTube, és azt mondták, hogy a gameplay szar, azért, mert megcsináltak ilyen Warzone-osra, és keverték a linearitást a nem linearitással, ezzel a nyílt világos valamivel, és én emlékszem, hogy 10 évvel ezelőtt pont ezen panaszkodott a legtöbb youtuber, hogy nincs a Call of Duty-ba opció, miért nincs egy ilyen nyílt világ, és miért nem lehet azt csinálni, amit akarsz benne, és végre megkaptuk, igaz, hogy nagyon lusta környezetben volt helyezve, de végre megkaptuk, és most panaszkodunk. De tudjátok mit? Én úgy voltam vele, hogy biztos elfogult vagyok már, mert azért nagyon sok Call of Duty-t megéltem, és nagyon sok tapasztalat van a fejembe, így aztán fogtam egy komplett kezdőt. Értitek? Fogtam Necronét, aki egyáltalán a Call of Duty-t csak úgy ismeri, hogy látta nálam a képernyőn, és amit láthattok most is, lejátszattam vele az MV3 nyitó küldetését, és az anno Call of Duty 4 Modern Warfare nyitó küldetését, persze a remastered-et, lényegtelen. Az a lényeg, hogy a Call of Duty 4 Modern Warfare és a Call of Duty mostani Modern Warfare 3-nak a nyitó küldetését. Nem a 2019-es Modern Warfare-ről beszélek, az első és eredeti Modern Warfare-ről beszélek. És szerettem volna, hogyha ő a saját szavaival leírja, hogy melyik játék a jobb, miután én feltettem neki néhány kérdést. A hangért elnézést kérek, mert hogy a ilyen instant ötlet volt, instant videó, így aztán a fülesnek a mikrofonjába vettük fel az ő hangját, úgyhogy döntse el egy kezdő, hogy melyik a jobb Call of Duty, és határozza meg az ő játékélménye, ne az én úgymond tapasztalt, elfogult, nehezen objektív élményem a játék körül határozza meg a véleményt ebben a játékban, hanem legyen az ő véleménye, és max a végén én is elmondom az enyémet. Na, akkor az első kérdésem az lenne, hogy milyennek találtad a két játéknak a grafikáját, melyiket ítelted meg jobbnak? Az elsőt vagy a másodikat? Csak a rendkedvé, az első a Modern Warfare 3, és a második játék ugye a Modern Warfare Remastered. Te jössz! Sziasztok! Necrocrim né lennék, és akkor válaszolnék a kérdésre. Hát összevetve a két játékot, hogy ugye, mint tudjuk, én nem igazán játszok, tehát nekem első volt mind a kettő, ahogy így végigmentem, na jó, lehet második, de inkább első. Grafikát tekintve nekem az első kényelmesebb volt, mint kezdőnek. Viszont a második, ami ugye a 2010. Az a lényeg, hogy melyik a szebb? Szebb. Az az első. Számomra. Oké. A második kérdés az lenne, hogy mit fogtál fel a történetből? Hogy mi történik körülötted?
és hogy mennyit ítéltél meg a helyzet súlyosságából. Úgy értem, hogy a történet mennyire volt megragadó, mi fogtál meg, mit érzékeltél súlyosságnak a két történetből, és melyik tetszett jobban. Hát akkor menjünk sorba. Az első... Az MV3. MV3 volt. Nem igazán csöppentem bele a történetbe. Mentem a történetet, de nem igazán éreztem, hogy merre vagyok, hogy vagyok. Követtem a többieket. Nekem a második játék sokkal akciódúsabb volt, sokkal nagyobb figyelmet hívott fel, mire figyeljek, mire nem. Sokkal jobb volt a visszajelzés a játék részéről is, hogy igen, most menjél, most tenned kell a dolgod, most meghaltál, oké, akkor újra. Sokkal gyorsabban mentek a dolgok, és sokkal több segítség volt, ami segített nekem abba is, hogy kövessem a játékot, és oda vonzotta a fókuszt is. És szerinted mi történt? Mi történt az MV3-ban? Az elsőben? Az elsőben, igen. Mi történt szerinted? Mi volt a koncepció? Hát a koncepció ugye mind a kettőt kiszabadítás lett volna. Tehát az elsőnél ott egy embert hoztunk ki, a másodiknál pedig egy tárgyat kellett volna kihozni, ha jól... Nem egészen. Nem egészen. Na, az a kérdés, hogy mit értettél meg az MV3 történetéből, és mit értettél meg az MV történetéből? Nem, ez teljesen tök normális. Azért vagy teljesen kezdő, mert hogy rengeteg felé megy a figyelmet kezdőként, nem feltétlenül fogsz tudni fókuszálni a történetre. Szeretném tudni, hogy mit értettél meg a kettő pálya történetéből? Hát... Fog teljesen egyszerűre. Ami leesett neked a történetből. Nekem ennyi esett le, hogy az elsőnél egy rabot kell kiszabadítanunk csoportosan. Megyünk, és kiszabadítjuk a rabot, de ugye nem teljes mértékben úgy sül el a dolog, mint ahogy azt szeretnénk, hogy elsőjön. A másodiknál első jutunk eddig, mert sokkal előbb reagál a játék, hogy nehezítsen, és sokkal több akadályt tesz elénk, ami szerintem... De nem az a lényeg. Az a lényeg, hogy mit érzékeltél a történetből. Mi a története? Az egyiknál jól mondtad, egy rabot kell kiszabadítani. Mi volt a másiknál a történet? Hát a másodiknál ugye lementünk egy tenger alattjáróra, és inkább egy hajóra, és onnan is ki kellett volna hoznunk egy szállítmányt. Mit? Tudod, vagy nem tudod, nem, ez a kérdés? Nem, oké, rendben van. Melyik volt izgalmasabb? Második mindenképpen. Modern Warfare csak a rend kedvéért. Jó, tehát ugye a történet nagyjából nem feltétlenül esett le, hogy mi történik egyikben se, de mind a kettőben valamifélét kiszedünk és kiviszünk című történet, ott ennyi leesett. Igen. Igen, oké. Rendben. Melyikben tudtál jobban kiigazodni? Számomra az első játékban jobban ki tudtam igazodni, viszont a második sokkal jobban tetszett. Egy kis idő volt ugye átállni az elsőről a másodikra, és nekem a második sokkal, sokkal jobban esett. Izgalmasabbnak hatott? Vagy? Mindenképp. Ezért is már mondtam, említettem, hogy sokkal több. Melyik volt nehezebb? Definitely a második. Miért? Igen. Mert nem adta meg azt az egyszerűséget, hogy lövök, és és le van puffantva. Mert nem. Célozni kell, követni kell, és ha nem figyelsz, akkor nem kapod meg azt, amit, és ezért egy jobb kihívást támaszt neked. Tetszett ez a kihívás? Igen. És a sok akciódus jelenettel a sokkal gyorsabb, nem is azt mondanám, hogy gyorsabb történése, mert körülbelül szerintem mind a kettőben hasonló a történések, de valahogy máshogy jelenik meg. Uh-huh. Hát innen az jött a kérdés, ugye azt már történetben nagyban kifejeztük, hogy rájöttél-e, hogy mit kell csinálni.
ezekben a pályákban. Később én pedig elmondom neked a történetet, mind a kettőnek a történetét, hogy mi van. De hogy rájöttél, végig is rájöttél, mit kell csinálni, de úgy érzékeltem, hogy a másodiknál a történet elmesélése alapján nem jöttél rá, hogy mi történik. Csak arra jöttél rá, hogy valamit ki kell vinni és ki kell menekülni. Ami végül nem is sikerült, úgyhogy... Hát technikli sikerült? Hát nem. Hát már mint persze, hidd el nekem, amikor először játszottam én is az a pályával, azt se tudtam, hogy hol áll a fejem. Pedig én érzékeltem, hogy mi történik, de azt se tudtam, hol áll a fejem. Kétszer én is belefulladtam. Hidd el nekem. Oké. Miért nyomkodtad az F-et? Mit csinált az F? Fegyvert váltott, ugye? Nem. Az F fegyvert cserélt. Felvetted a földön lévő fegyvert. Értem. Tehát abból adódik a kérdés, hogy mi tűnt fel abból, melyik játéknál tűnt fel jobban az információ, amit segítségül adott a játék? Az első vagy második? Második. Második. Feltűnt-e a tab, mikor nyomta a játék, mondta a játék, hogy nyom meg a tabot, feltűnt-e, hogy hova kell menni? És miért nem? Feltűnt-e, hogy hova kell menni? Hát gyakorlatilag feltűnt, de valahogy mégsem, de esett a fókuszú. Igen, főleg mikor harcot áll valamikor, igen, tehát hogy sokadjára, amikor megjelent, akkor már feltűnt, de nem oda mentem. Tekintve, hogy nem angol az anyanyelvet, feltűnt-e a beszéd, ami arra szolgált, hogy segítsen? Igen, igen. Akkor miért nem követted? Nagyon sok mindenre való egyszerre figyelés miatt. Tehát sokkal jobban fókuszáltam arra, hogy ne halljak, meg mintsem, megosszam a figyelmemet. Melyikben tűnt fel jobban, hogy a társaid megállnak, hogy mutassák neked az utat? Második. Sokkal egyszerűbb és követhetőbb is volt. Értem. Az lett volna a kérdésem, hogy miért nem követted a társaidat, amikor láttad, hogy futnak egy irányba. Egy idő után követtem. És mi volt az az Úristen kifejezés a Modern Warfare-nél? Nem is emlékszem. Na jó van. Szerintem maga az sokkal jobb és akciódúsabb jelenet, és valahogy sokkal jobban élménybe helyez. És tényleg bele tudod képzelni magad. Én egy olyan ember vagyok, aki a filmeket is, amikor nézi, beleképzeli magát a helyzetbe. Nekem ez az elsőnél nem igazán. Tehát a NV3, ugye? Lehet, hogy későbbiekben majd játszottak veled még két pályát. Igen. Szóval a másodikban sokkal jobban bele tudtam képzelni magam, mint hogy bele rántott volna a játék, sokkal jobban, mint az első. Az első számomra kicsit passzív volt, ha már így fogalmazhatok, a második sokkal jobban belerántott, és sokkal akciósabb volt. Végső kiértékelésedben melyikért adnál ki 70 eurót? Mint nem gamer? Hát, ha választanom kell, mindenképp a második. A Modern Warfare csak a rendkedvén. Jó, ennyi lett volna, és most elmondom, hogy miről szóltak a történetek, oké? Okay? Tehát az első egy kimenekítés volt, egy tengeralattjáró megközelített egy gulágot, egy gulág ugye egy orosz börtön, ha így tetszik, minden esetre elfeledett börtön, ahol nagyon durva körülmények között tartják a rabokat, betörsz ebbe a börtönbe, és kiszabadítod a vezetődet, aki amúgy felvezeti azt, hogy ő a nagy rossz fiú. Nem tudom, hogy ez feltűnt. Igen. Okay. A végére ezt csinálod, igen. Végül kimenekültök egy nagy hajrával, és elindulna a történet. A másodikban egy hajóra utaztok, ahol egy nukleáris fegyvert kerestek. És annak a nukleáris fegyvernek nincs idő, hogy kiszedjétek, azért mert két repülőt indítanak felétek. Te ezért megfogod a papírjait annak a nukleáris fegyvernek, és elkezdtek kimenekülni, miközben a két repcsi belelő a hajóba. Ezért kezd el minden süllyedni. És végül ugye kimenekültük, felugrottak a helikopterre, és elindul a történet, ami
te is utána végignéztél, amikor mi történt, szerinted? Amikor a kocsiban vitték a tagot? Hát elhurcolták a tagot, és ki volt a tag? Feltűnt? Én magam? Nem. Nem, az a adott országnak az elnöke volt. Á. És puccsot hajtottak végre, és a csávó, aki a puccsot intézte, igen, mondták, hogy jönnek, fejbe lőtte. És igen, hogy felszabadítják. Na ez volt a két történet. Ez mennyire, ez lett volna az egész. Na mindegy, én nagyon köszönöm, szerintem ez hasznos volt eldönteni, hogy kinek melyik játék tetszik jobban, mert én már, hogy több éve játszom ezzel a játékkal, teljesen, nem tudok teljesen objektív lenni a dologban, de kezdőként szerintem sokkal több infót tudtam belőled kiszedni, mint amit én el tudnék mondani egy kiértékelő videóban. Annyit még esetleg szívesen hozzátennék, hogy mint kezdő, és mint amit sokat beszélgettünk ugye a játékokról, szerintem a második játék, ugye, a 2017-es változat, sokkal több élményt ad egy kezdőjátékosnak, mint az első, tehát sokkal kevésbé választanám a mostani modernt, annak ellenére, hogy grafikailag jobban ott van, de szerintem egy kezdőnek kell a kihívás, kell az, hogy tudjon menni, és kell az, hogy kicsit beszívja a játék, ha már így ezt mondom, hogy tanuljon, és hogy merjen tanulni. És jó, oké, köszönjük szépen. Majd megnézheted a videót teljesében. Később. Nos, gyerekek, hallhattátok. Ez volt egy kezdő, egy nem gamer valakinek a véleménye, és ezek szerint igen, lehetséges. És történet szempontjából mindenképp a Code 4, a Modern Warfare, és az eredeti Modern Warfare széria szerintem sokkal ütősebb és erősebb. És ezek szerint a gameplay is sokkal ütősebb és erősebb, mint ahogy mondta, Necron is egy a féle passzív utazás volt a Modern Warfare 3 az új, és kevésbé volt az a Modern Warfare, és nem hallottátok, mikor ott ült, tehát nem jön ki a videóban, de mikor ott ült és játszott a Modern Warfare-rel, az eredetivel, sokkal jobban élvezte, láthatóan sokkal jobban élvezte, mint a Modern Warfare 3-mal. Úgyhogy, habár nekem személyesen tetszett az aspektusa a Modern Warfare 3-nak, hogy egy nyílt terepen akkor lehettem csendes gyilkos versus Rambo, amikor nekem jól esik, és úton útfélen Rambóból átmehettem csendes gyilkosba, és vice versa, mert a játék ezt megengedte, nekem ez kifejezetten tetszett, ez a szabadság, és azt hiszem, hogy ez volt az, ami kellemes szájízzel hagyott eltávozni ettől a játéktól. Az, hogyha nem baj az, hogyha megszólal a riasztó, mert hogyha ügyesen játszol, elcsendesíted a riasztót, és akkor utána ugyanúgy nem találnak meg. És ez nekem tetszett ebbe az egészbe, tetszett ez a oda, tényleg oda megyek, hova akarok, és olyan sorrendben csinálom meg az objektívet, amilyen sorrendben szeretném. Nekem ezzel nem volt bajom, és én egy jó balanszot érzékeltem az ilyen nyílt világos küldetések között versus a linearitás között. A keserű szájíz, ami esetleg nekem megmaradt a Modern Warfare-ből, az a történet volt, és az, hogy nem helyeztek elég hangsúlyt Makarovra, ki ő, miért olyan fontos, mit csinált, mi a háttere, és alapoztak arra, ami történt a Modern, tehát a Makarov hátterét arra alapozták, ami történt a Modern Warfare 2 anno No Russian című küldetése alapján, és annak tudhattuk meg egy kis hátterét, és megtudhattuk, hogy végül Soap és Captain Price elkapták Makarovot, miután lemészároltak mindenkit a reptérnél, és felrobbantották, stb. Úgyhogy ezt jó volt kideríteni, hogy mi történt, és miért volt Makarov letartóztatva, de nem igazán fektettek egy nagy hangsúlyt, hogy ő miért is olyan veszélyes, és egy kicsit ilyen össze-vissza megyünk a világba különösebb veszély nélkül
vagy hogy mondjam, nyomás érzékeltetése nélkül nem volt túl jó a kódnak, és szerintem ez volt az igazi kézenfekvő problémája ennek a játéknak, nem feltétlenül a gameplay, de tudjátok, mint mondjátok meg ti, mit gondoltok, várom a véleményeteket, nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!